Tira kurni singare sira jamba. Műtéthez készülődik egy magyar sebész, a helyszín Dhaka, a világ egyik legszegényebb országának, Bangladesnek a fővárosa. Ugyanaz az orvos néhány hónap és néhány ezer kilométer eltéréssel, ez már Nigéria egyik legszegényebb régiója. A feladat ugyanaz, segíteni azokon, akikhez más módon nem érkezik segítség. Azt gondoljuk, hogy itt lehet igazán sokat segíteni, ahol az embereknek egyébként esélyük se lenne az ellátásra, mert közelbe, tehát 1000 kilométeres körzetben nincsen ezt a szakmát művelő ember. Dr. Pataki Gergely elismert plasztikai sebész, Budapesten él és dolgozik. Hetente 3 napot tölt a saját praxisával, a fennmaradó 2-t itthon karitatív munkával tölti. A 8. misszióját tervezi épp Bangladesbe. Amikor először járt az országban, 13 plasztikai sebész jutott úgy 170 millió emberre. A plasztikai sebészetnek külföldön a helyreállító ágát végezzük, de nehezen választható el egy esztétikai vagy egy helyreállító műtét, tehát egy sérült, égett orrot vagy arcot. Hogyha helyreállítunk, akkor nem csak a funkciót igyekszünk helyreállítani, hogy jól tudjon lélegezni az illető, tudja nyitni, csukni a szemét, hanem arra is törekszünk, hogy szimmetrikus legyen például az, amit csinálunk. Rengeteg égési sérülten, születési rendellenességgel élőkön segítenek, olyan embereken, akik a műtéti beavatkozás nélkül gyakorlatilag képtelenek a fizikai munkára, ami a világ legszegényebb vidékein egyenlő a lassú halállal. Azt látjuk, hogy ha mi nem csináljuk meg, akkor senki nem csinálja meg ezeket a műtéteket. Azt látjuk, hogy ezeknek az embereknek egy óriási reménység, ha oda megy egy magyar csapat. De nem Pataki doktor az egyedüli magyar orvos, aki a legszegényebbeken segít. Ez a Magyar-Afrika Társaság budapesti székhelye. Több mint 1 tucat orvosi misszió indult már innen a fekete kontinensre. Úgy 50 ezer embert, főként gyerekeket láttak el. Olvastam, láttam Afrikáról szóló rengeteg könyvet, filmet, és valahogy úgy benne volt, hogy de jó lenne elmenni. És amikor láttam a menekült táborokról szóló filmeket, akkor egyre erősödött a dolog, hogy lehetne valahogy az én koromban, az én kvalitásaimmal eljutni. A doktornő olvasott egy hirdetést, amiben a Magyar-Afrikai Társaság keresett orvosokat missziókhoz. Jelentkezett, és nem sokkal később, 3 hónap múlva már úton is volt Afrikába. Nem rendelőben, hanem a szabadban felállított asztalnál dolgozott. Eszközei, gyógyszerei azok voltak, amiket a csapat magával vitt. Féltem egy kicsit, de nem tudtam már akkor a saját elhatározásomat, a saját álmaimat már sutba dobni, mert úgy éreztem, ha most nem megyek, akkor végérvényesen belezuhanok egy olyan örvénybe, amiből már nem lesz kiút. Férgesség, szembetegség, vitaminhiány. A magyar orvosok ezekkel találkoznak a legtöbbször, és a tudatlansággal. Nem tudják, hogyha egy gyerek lázas, akkor az folyadékhiányos lesz, kiszáradhat, ezért vizet kell neki adni. Sokan ettől lesznek súlyos betegek, vagy halnak bele egy egyszerű lázba. A magyar orvosok rengeteg helyre eljutnak. Mi igyekszünk azokra a vidékekre elvinni a fehér ember gyógyítását, ahol ilyen még nem volt. Gyakran az orvosaink azzal találkoznak, hogy nem is láttak még fehér embert azon a környéken. A világ elmaradott országaiban rendkívüli a szegénység és az orvosi segítségre szorulók száma végtelen. Így egy-egy ilyen misszió csupán cseppnek tűnhet a tengerben. Én a 11-es misszióban voltam, most már 16-os is hazajött, tehát hála jó Istennek ez egy folyamatosan bővülő dolog. Semmi értelme valaminek, hogyha nincs folytatás. De van folytatás. A Magyar-Afrika Társaság folyamatosan szervezi a missziókat. Rendszeresen küld általános és szakorvosokat Afrikába. A gyógyító munka az ilyen vidékeken mindenben különbözik a megszokottól. És egy valami egészen biztos. Nem csak a szakmai, hanem a személyes komfortzónából is ki kell lépni. Esővízbe kellett mosakodnom többször, mert nem volt víz a kórházba. Úgyhogy örültem, ha jött az eső, beszappanoztam magamat, és kiálltam az esőbe, így tudtunk zuhanyozni. De az ember ez lassan hozzászokik. Pataki doktor gyakran komoly kockázatot vállal egy-egy misszió alkalmával.
A nigériai küldetése alatt fegyveresek vigyáztak a kórházra, ahol dolgoztak. Az országban az Iszlám Állam szövetségese, a Boko Haram jelenti a legnagyobb veszélyt. De időnként a bangladesi misszió alatt is akadhatnak komoly problémák. Bangladesben volt olyan, hogy hát a legutóbbi misszió során ott a tulajdonképpen pokolgépeket dobáltak be buszokba, és ott több ezer sérült volt, és ezeket a sérülteket kellett nekünk ellátni. Nem csak Pataki doktor, de a Magyar Afrika Társaság orvosai is kerülhetnek kemény helyzetbe. De egyrészt ilyen még soha nem fordult elő, másrészt védik a misszió résztvevőit. Soha nem volt semmilyen atrocitásunk. Természetesen volt olyan orvosi missziónk Kongóban, Rutshuruban, több is, ahol háborús vidéken pont azért mentünk oda gyógyítani, hogy azokban a menekült táborokban, ahova a harcok elől elmenekült helyiek tömörülnek, gyógyítani tudjunk. Átlag magyar ember mit gondol, hogy ott lepuffantanak, meg megbetegszel, meg gerrabolnak? De hát én kerestem egy olyan, sőt, elfelejtettem a gyerekkori álmamat, de ebbe a társaságban pont azt találtam meg, hogy vigyáznak ránk, főznek ránk, tulajdonképpen mosnak ránk, mindent megcsinálnak, csak hogy gyógyíthassunk. A Magyar Afrika Társaság 16 küldetésen van túl Afrikában. Dr. Pataki Gergely idén 8. alkalommal tér vissza Bangladesben, és tervezi, hogy az idei nigériai misszió után több is következik. Ezekhez a missziókhoz nehéz orvosokat találni, de remélhetőleg mindig lesznek néhányan, akik vállalják a nehéz körülményeket azért, hogy reményt vigyenek a világ legszegényebb országaiba.